Az ünnepek és a nagyon-nagyon hosszú hétvége rendőrségi híreivel, a krónikával Kertész Gábor rendőrfőhadnagyot köszöntöm a stúdióban. Jó reggelt. Üdvözlöm így az első munkanapon. Mi történt ezen a hosszú hétvégén a megye útjain? Ez a hosszú hétvége és az ünnepek, a húsvéti locsolkodás elsősorban közlekedés biztonsági szempontból jelentett kihívást a hétvégén a rendőröknek. Kollégáim az ünnepekben jóformán végig kint voltak az utakon, és a jelenlétükkel, illetve számtalan ellenőrzést végezve próbáltak meg hozzájárulni a közlekedés biztonságának a zavartalanságához. Azonban minden erőfeszítésünk ellenére sok közlekedési baleset volt a megye útjain, és ezek között sajnos 2 halálos kimenetelű közlekedési baleset volt. Ezek elsősorban ittas vezetésnek köszönhetően történtek? Egy esetben úgy gondoljuk, hogy ittas balesetről volt szó, tehát ittasság miatt következett be a közlekedési baleset, míg egy másik esetben pedig gyors hajtás játszott feltehetőleg szerepet abban, hogy halálos kimenetelű közlekedési baleset történt. Tudnak arról már többet, hogy hogyan történtek ezek a halálos balesetek? Igen. Szombati hajnali 3 óra 45 perckor Rátfalva és Kórós közötti útszakaszon egy 31 éves fiatalember közlekedett a személygépkocsijával. A férfi elmondása szerint későn vette észre már csak azt, hogy egy személy az úton fekszik, és mivel nem tudta már lefékezni a személygépkocsiját, a Volkswagen Golfjával áthajtott rajta. A 23 éves rátfalvai fiatalember, aki az úton feküdt, feltételezéseink szerint ittas volt, és a helyszínen olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy meghalt. A másik esetben, a másik halálos kimenetelű közlekedési baleset tegnap történt 16 óra előtt pár perccel. Ekkor egy 42 éves kumlói férfi haladt a Mecsekfalui úton Sikonda irányába, Datsun típusú személygépkocsijával. A haladása során feltehetőleg a sebesség helytelen megválasztása miatt átsodródott a menetirány szerinti baloldalra, majd ott egy fának ütközött. A gépkocsi teljesen összeroncsolódott, 42 éves vezetője pedig olyan súlyosan sérült, hogy ő is a helyszínen elhalálozott. Ezen a két halálos baleseten kívül egyébként még volt a hétvégén súlyos kimenetelű, 8 napon túlgyógyuló, és nagyon sok szerencsésebben végződő, tehát könnyű sérüléssel, könnyű sebesüléssel járó baleset is volt. Hát nagyon sajnálom, hogy az ünnepeket mindig ilyen rossz hírekkel zárjuk. Milyen egyéb események történtek még a hétvégén? Ami egyéb jellegű rendőrségi híreinket illeti, még pénteken este jelentette be egy siklósi férfi a helyi rendőrkapitányságra, hogy őt egy ismeretlen megtámadta és kirabolta, 25 ezer forintját erőszakkal tőle elvitte. A siklósi kollégáknak pár óra elég volt ahhoz, hogy elfogják a fenti bűncselekménynek a feltételezett elkövetőjét. A 29 éves fiatalember, aki foglalkozására nézve éjjeli őrnek vallja magát, gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vettük őt. Tapasztalataink szerint egyébként az olyan ünnepekkor, ahol előkerül az alkohol és lehetőség nyílik arra, hogy a kelleténél többet fogyasszanak az emberek, mindig több az erőszakos, illetve garázda jellegű bűncselekmény. Ez tegnap húsvét hétfőjén is így történt. Komlón egy autóbusz megállójában várakozott békésen egy 50 éves komlói férfi, akit reggel egy fiatal locsolókból álló társaság alaposan helyben hagyott. A garázda fiatalok, 3 18 éves komlói fiatalemberről van szó egyébként, annyira megverték a férfit, hogy annak eltörött az orrcsontja. A bűncselekménnyel alaposan gyanúsítható fiatalokat elfogásuk után természetesen gyanúsítottként számoltattuk el. Gábor, nagyon röviden, de hallottunk egy olyan hírt is, hogy vasárnap a rendőrök lelőttek 2 harci kutyát. Mi volt ennek az oka? Igen, valóban így történt. Vasárnap hajnali 1 órakor kaptunk egy bejelentést arról, hogy Pécsett a Hunyadi út elején 2 gazdátlan harci kutya, feltehetőleg pitbullokról van szó, riogatja a járókelőket. A helyszínre kiérkező járőrök úgy ítélték meg, hogy a kutyák támadása közvetlenül emberre irányul, ezért célzott lövéseket leadva lelőtték a 2 veszélyesebet. Azóta se került elő a 2 kutya gazdája?
Tudomásom szerint azóta sem kerültek elő a gazdák, igen. Gábor, köszönjük szépen, és holnap reggel ismét várjuk. Én is köszönöm szépen.